Na, itt vagyok, csak meg kellett várnom, hogy elmenjen a vonat, mert itt van az ablakom sajnos. Hát... Jó lenne elég gondé, nem igaz? Hát sziasztok! Szia Kiri, szia Luca, örülök, hogy itt vagytok. Kicsit csúsztam a kezdéssel, mert módosítom kellett egy pár dolgot. Jó, most meg az adatforom állapota szerint most minden rendben van, mert az előbb azt kért nekem most a YouTube, hogy állítson vissza 2500 kilobájtra, én nem fogom. Jó, de most már működik az a lényeg. De egyszer majd el fogom majd tesztelni, hogy ne legyen ebből problémák. Na szóval akkor... De ha leállítom, én nem is akarom leállítani. Na szia Józsi! Már megint kezdi ezt a történetet. Jó, most a Kirinek meséli, de ezt már tudom, már tegnap este is ezt írta nekem. De most nem akarok ebbe belemenni. Hát gyerekek. A drágaságos Paksi Attila kint volt a Magyar Nagydíjon. Szerintem jól érezte magát. Mi akkor jöttünk haza. De a futamot meg tudtam nézni, hát. Tiszta, mint a 2 évvel ezelőtti futamra emlékeztet. Na, én is ezt kaptam oda, egy módon szerintem is borzalmas, ami vele történt Lucával, és ez valami szörnyű. Bocsi. Csak bedugom a telefonomat. Közben itt vagyok, de nem sokkal fölmegyek a hófogalba is. Istenem, meddig fog tartani ez a havat meleg. Nagyon meleg van. Azt tudom, hogy nyár van, de ez nem fejembereknek való vidék. Pedig bekapcsoltam a wifi-t. Szarakozik ez a hülye telefon. Mi a franc bajom van Sony? Szóval a szomszédok, ők tehetnek róla, hogy összetörték a csigolyáját, vagy a farokcsontját, tehát ez... Hát ez valami borzasztó. Jó, de már túl vagyok rajta ezzel. Tudom, ezt már elmesélte. Működnek a hashtagek a YouTube-on, ez azt jelenti, hogy a címleírás fölött van aki hashtagek, ami fogalmam sincs, hogy működik. Egyből rákantintasz, nincs rajta az a tartalom, amit én csináltam.
Jó, most már van wifi. Most már be tudok jelentkezni a YouTube-al a telefonommal. Félreismét idő előtt buktatja el a címet. Beszéltek marhasságokat. Nem, ők beszélnek marhasságokat. Jó, az egyik azt mondja, hibáztad megint Fettel. Nem Fettel hibás. Köszönöm, hogy ennél vagytok. Jó, de lassú ez a telefon. Annyit akartam mondani, hogy tegnap volt egy kis baki az íróadásban. Édesapám bejött a szobámba, de nem lehetett látni, csak a hangját hallottátok. Hát ez egy baki volt a livestreamek során. Na, elnézést a későség miatt, ez a csúszás miatt, mert nem úgy van beállítva, ahogy meg lehetett szokni, hogy létrehozok egy eseményt, és egyből megint késés, megint ilyen késések történnek előadás közben, de abszolút nem. Jó, de most már a lényeg az, hogy működik. A nézők elégedettek, oké. Hát volt egy pici hiba az elején, de most már nem. Balázs. Persze, hogy tudom. Igen, ez már tegnap óta tudom. Olyan hasonló cím, mint az egyik rock videóval, hogy nagyon meleg van. És tényleg ezt írtak ki, hogy nagyon meleg van. De ha nem tetszik ez a cím, akkor átírom. Vagy nagyon melegen van, inkább ez lenne aktuális címem. Jó, már fönn vagyok. Öt néző. Nem semmi. Hát ez a csatorna nem fog annyira fejlődni, ahhoz még idő kell. Legalább. Kíváncsi leszek, 10 év múlva, hogy feliratkozom lesz a YouTube-on. Jó, mert a blog csatornál már 8 ember iratkozott fel, és ez... Mi van? Bocsánat. Itt vagyok. Mi az, hogy eltűntem? Ne bosszantsatok már fel ezzel! Mi az, hogy eltűnt? Mi az, hogy eltűntem? Mi az, hogy eltűntem? Itt vagyok!
Mi az, hogy eltűntem? Ha eltűntem, frissítsetek újra a YouTube-ot. Most mondom még egyszer. Most mondom. Nem akarom még egyszer elmondani. Frissítsetek a bőnkészőt, és akkor kíváncsi leszek, hogy újból megjelennek. Megint a YouTube szórakozik velem. De most a YouTube-on tűntem el? Vagy a honfoglalón? Hát srácok, ez jó kezdődik. Luca azt írta nekem, hogy eltűntem. Ja, jó van. Jó van, Józsi. Akkor lehet, hogy a Rucánál van egy gond. Nem tudom. Nagyon lassú az internet általában, vagy a YouTube elkezdni a... általában a YouTube szerverenél a szoktak problémák lenni. Hát bocsánat, nem akartam felemenni a hangomat. Csak nekem ez néha idegesítő, ha ilyet mondanak. Ez nem sértés. Csak ettől kaptam egy izét. Mert megint levették a biztosítékot. Jó, a lényeg az, hogy itt vagyok. Itt vagyok. Nem tűntem el. Én azt hittem, hogy eltűntem. Lehet, hogy valakinél probléma van, de lehet újra frissíteni azt a bőnkészőt, és abból nem lesz probléma. Vagy elő szokott néha fordulni valamikor valaki mobiltelefonon nézi a YouTube előadást, vagy a tableten, az sem egy olyan könnyű. Mert én tabletem nem néztem YouTube előadásokat. Jó. Nem tudom, lehet, hogy a YouTube csinálja ezt. De most nincs semmi baj, azért működik. Nem. Az előbb sárga jelzés sem volt. De most már zöld, ez azt jelenti, hogy ne rögél! Az egyik rögött az ablakon, az egyik járókerő, szerintem nem rajtam rögött. Igen, ez ilyen sárga jelzés, az azt jelenti, hogy a nézők hibákat fognak észrevenni. Nem szoktam eltűnni, valamikor
amikor nézek egy előadást, erőszakot néha fordulni, valamikor lassan töltődik be. De úgy van beállítva, hogy vissza lehet leátszani videóformában, aztán rákattintasz még egyszer az élő gombra, akkor már élőben vagyok. Akkor már az élő képet tudod követni. Nem tudom. Vissza lehet tekerni az adást. Egyszer már kipróbáltam. Ha valamire nem maradtam róla, akkor vissza tudom tekerni. És bocsánatot kérek. Ettől a melegtől egy kicsit. Hát ettől a melegtől egy kicsit. Ettől a melegtől, meg kicsit fel vagyok pörögve. És nemrég ittam egy olyan sört, amivel alkohol volt benne, de nem lettem részeg. Ez minimális alkoholtartalom sör volt. Édesanyám azt mondta, hogy ha szedek egy gyógyszert, nem szabad innom alkoholos italokat, hanem is szabad. Közben mindent el kéne intéznem, és ne aggódjatok srácok, ne aggódjatok Kiri, ez nem a ti hibátotok, se az én hibám. Most egy kicsit valahogy felkaptam az agyvizet. Most csatlakozott. Ja, oké. Jó, de azért megnézem, hogy, hogy fönn vagytok a honfin. Mert látom, Józsi fönn van. Na, a lényeg az, hogy sikerült tiltanom Rebekát. Többé nem cicózok vele, többé nem foglalkozok vele. Én már nagyon várom, hogy látom, csak Józsi van fönt. Jó, de megvárok titeket. Nem fogok kilépni, én már fönn vagyok. És egy csomó cuccot kaptam, de nem sokat. Gyerekek, megihetettetek egy picit, bocsánat. Lehet, hogy én vagyok. Néha egy kicsit húzásba esek. Nem. Ezek a problémák bármikor idegesítenek. Azt tudom, hogy valakinél összekor fordul, hogy valamikor engem nem látnak, akkor nagyon szaggadozik az adás. De nálam minden tökéletesen működik, most már nincs semmi probléma. Nálam a mobiltelefonon is szokott szaggadozni az élőadás, attól még. Hát ez a YouTube szokott csinálni, ezt már csomószor megbeszéltük, hogy de ha újra frissítjük, vagy újra beenkezünk, akkor nem lenne ebből probléma. A gyerekek, jó kezdődik ez a stream. Elkezdek ordibálni az elején, mint a Pisti. Nem vagyok normális. A lényeg az, hogy itt vagyok. És nem tűntem el. Csak az a baj, egyre sötétebb lesz a helyzet. Igen, egyre sötétebb lesz, alig láttok. Bocsánat. Most meg a honfoglalok kezd cicózni velem. Oké. Látom, hogy fönn vagytok. Várja a hangszavarót, le akarom erről nézni. Nos. Jó. Már csak jó sefre várunk. Srácok. Annyit akarok mondani nektek, akik most
Itt vannak ebben a mai honfoglaló livestreamben. Az lyukatra lehet feliratkozni a csatornámra, amit csak lehet. Na. Van egy jó hírem. Holnap lesz Instagram live délután 4 órától. Holnap estétől pedig jön a blog, ami Balatonon csináltam. De a felvétel csak péntekkel kezdtem el a forgatást egészen szombatig. A vasárnapi dolgokat nem tartalmaz. Nem akartam nagyon hosszú vlogot csinálni. A lényeg az, hogy tudtam egy picit pihenni. Bázisteri lecsorsolás. Majd meglátjátok. De ez a videó pénteken készült, és szombaton. Petro Mitchell-mill. Inkább használom a tapcsot. A tapcs megtalálta a helyes választ. Hát 1930-et simán beírtam volna, de nem baj. Jó kezdődik. Várj, a testképen ő akartam tenni. Na így már jó. Meg itt elmegy a vonat. Csikis sör. Ja, 2012-ben, ha jobb. Ó, nem, 2014. Hát Pisti papagáj, megint búrújáttál. Nem baj. Ja, köszönöm, Kiri. Szerintem ez lesz minden idők legjobb pofongaló lábja. Persze, elkezdtek ordibálni az elején, mint a Pisti. Válaszolj gyorsan. Én azt hittem rajtam fogtok röhögni, de... Egyébként nem szövet lesz állunként. Hát nem 90-ben. Ha meg 900-ban. Ezzel szúrtam. A feliratkozószám miért akarja a nevemet? Nem baj. A pontszám sem látszik. Ú, de rossz helyem van. Nem tudom, minek feliratkozó számok. Nem tudom, mi ennek a célja. A célja az, hogy a nézők közben nézik, hogy hányan vannak fönt a csatornán, hány percig tart. Szerintem nem 60-15 percig tart. Most nem tudok köszönni. Mi lesz lesz? Fiat Palio? Hát szerintem a 80-as évek környéke lett. Ó, 96-ban volt egy ilyen Palio. Az 96-os az a kocsi. De volt egy ilyen Fiat Palio. Némem a Punto. Mert én csak a Puntot ismerem. Lehet, hogy a Palioról hallottam volna. Palio az milyen ó? Az hogy nézett ki? Azt meg kéne nézni. Na, láska, a Palio az... Majd utána nézek, jó? Én imádom a Fiat kocsikat. Annyi a sav. Hát nem 5. 2. De videki 5-re tippelt. Kivéve... Kucca. Kezdődjön a csata! Jó, most én fogok támadni. Hát? Válaszolj! Kinek a művel kiskeresdik kis kömödön? Hát mondom, Ferenc. Válaszolj gyorsan! Még évben nyilvánították a Tövizet TV védelmi tordajos adékot. Hát, megint rossz a tipperek, az 39-ben volt.
azért vigyorgott, mert elküldtem a támadást. Nem. Válaszolj! Legkevesebb kavérjadású, melyik az? Hát a köszönöpüré. Nem. A görög dínje, abban van kevesebb kavérja. Hát mégiségös is. Szerintem alábecsülni rossz dolog, gyerekek. Válaszolj! Zsonai Vilmos? Debreceni volt? Vagy Pécsen? Nem, Pécs. Pécset. Válaszolj gyorsan! Hány fertájból áll egy nap? Hát... 96. De erre 55 tippeltem. 96. Feltájból 96 napú áll. Mi az, hogy feltájból? Válaszolj! Melyik nem Beatles film? Hát az Armageddon az nem. Ez Beatles? Hát az Armageddon az nem Beatles film. Azt mindjárt elmondom, hogy az egy... az Bruce Willis játszik benne, láttam azt a filmet. Valamikor ment az Armageddon, azt néztem. Válaszolj! Lee von Christ és Sifuto. Hát angol. Válaszolj gyorsan! James Cameron. Óóóó, oh, a születési dátumát nem tudom. Mikosz lettet, várjál. 54. Elszúrtam. Jó, de egyet a feltárja, ha? Jó, nem értettem a kérdést. Muszáj támadnom Lucát? Nem akarom. Válaszolj! Melyik énekes ma lesz szokott éjszaka dajolni? A Psycho? Nem a Fülemüle! A Fülemüle! Az is valami madárféle. Nem jönnek be a szúnyogok. Azért van a szúnyogháló. Válaszolj! A Franklin szia. Hát hát zé. Válaszolj gyorsan! Hát mi te hosszú? Hát akkor 101, nem 150. Igen! No. A bomba támadás sikeres volt. Miféle a bomba támadás? Az országos pedagógiai szolgáltat a kiadó jelzések közül melyik a legmagasabb? A piros. A piros a legmagasabb. Hát ez könnyű volt. Megében rendez Magyarország foci vétebek az önök a dolában. Két azok szabad. Menjetek. Ez mi volt? Nem égettem egy jégkrémet is.
Majdnem szétesett az egész. Nem tudom, miért csinálják ennyire rosszul. És milyen furcsa, hogy miért vagyok sötétben. Válaszolj gyorsan. Melyik évben jelent meg? Hát akkor ez már 80-as években. Oh! De 81-ben nem a végén. Jó, és így nagyon beindult. A Bálát nem akarom megtámadni, ezt csak még figyelem. Hát, Balázs... Neked annak. Nekem van. Ne is voltak jelenző kifejezés a pályok, és a söprés, ha is ház. Az a curling, nem? Nem a cricket. Megúsztam. Nem úsztam meg. De várj, mi fog történni? Á, csak ért ez a 200 pont. Nem baj. Közben... tölti. Hála Istenem. Hiba volt, de gratulálok. Ja, köszi. És köszönöm. Ja, azt hittem, én hibáztam. Ah, annyira nem könnyűk ezek a kérdések. Nem mindegyik kérdés könnyű. Valamelyik kérdés könnyű, valamelyik nem. Jó, valaki jobban tudja, valaki nem. Ez a játék erről szól. Jó, most már tényleg alig kéne raknom a... ide. Jó helyen lesz. Legalul. Nem, alatta. Itt picit. Bázis terület sorsolás. Terjeszt ki a birodalmat. Na, testképen jön. Válaszol gyorsan. Igen, meg... 96-96-6. Na, Józsi, az jó tud angolul? Igen. És szoros volt. Ez még nem volt szódiárat. Aki nem iratkozott fel a csatornámra, azt nyugodtan megteheti. Mostantól nyilvánosan megy az élőadás. Válaszol gyorsan! Történelem óra, mikor kezdődött? Nem 70-es években. Ó, 78-ban! 78-ban volt az Espási Dakar Rally, ami teljesen... Ú, de régen volt. Istenem. A világ legnagyobb, legveszélyesebb rally versenye valami létezett. A Dakar Rally az mindig is... Válaszolj gyorsan! Abba te volt a kihívásokkal. Mondta videó. Szerintem nem 30 fokkal. 56. Á. 56. Múltkor volt egy néző, valami Fanny, biztos emlékeztek. Válaszol gyorsan! Keksz egy ütes.
Ó, a fené egy meg. Tudtam, hogy 2007-es kérdésről volt szó, de... Jó, de nem baj. Ezt nem tudtuk nagyon megtippelni. Hát nekem nem lesz elég helyem. Józsi szépen elfoglalja a helyeket. Tudom, hogy itt gyors vagyok. De nincs rajtam piros kóla, ne is beszéljünk róla. Bakon is sárkány. Akkor ez 2000. Nem jó. Egy válasz sem jó. Mobilon nézzel? Aha. Én is azon nézem a csetet. Csak éppen töltögetem. We are the world. Hát ez inkább olyan 1988-ban volt. Jó. De nem 85. Kezdjük a csata! Most már Sirába megyünk. Válaszolj! Melyik akcióban játszott először? Muszáj, amikor veszem hozzá. Zongora. Ja, igen, a piálló föld. Jó, figéza. Melyik képen végeztek Sophie Magdalena? Fú, azt nem tudom. Ó, ez már a háború alatt. Ez már a háború alatt, 1943-ban. Válaszolj! Kinek a sárga volt a vihar, az meg az Elvis Presley. Nem Elvis Presley. Elvis Presley. Annyi próbát kellett teljesíteni, akkor este 12-t, nem? De! Na Balázs, az Asterix 12 próbájából, na, igen, akkor este 12 próbája volt, ég a résznek. Hú, a lengyel hónapokhoz LPL, németeknél DL, Romániában pedig RO. Hát figyelj, jövőre, ha jövőre is elmegyek Erdélybe, akkor mobilnetezni fogok, nem, a wifi-m. Jó, csak amikor új telefonom lesz, akkor csak a wifi-nek, hogy ezt szabad nem lesz könnyű bejönni. Kicsoda, Éva az embertagadja prágai színében. Királyné? Nem, Orbála. Kepren, neje. Ájjáj. Csak nem sötét ez a helyzet. Pancsó. Ja, a puskás feladat szólt a becelem a pancsó. Pancsó berúgja a raktárt és gól! Bocsánat. Melyik átszépet tudnád Dimitri szemével? Holó, nem? Az Holó, nem Wario. Válaszol gyorsan! Abito Moravia. Moravia. Nem tudom, mikor halt meg. Ó, mi van? Ez hogy? Megtippettem és pont a helyes válasz. Oh my god. De nem fog nyerni. Ez jó volt.
Az annyira jó volt, gyerekek. Sörzik a mars. Piál a föld, sörözik a mars. Ja, Istenem. Ah. Válaszolj! Milyen mérték szolgál mágnes luxus mérésre? Maxwell. De... ez egy... Igen. Ez egy elem. Jó, de... nem értettem a kérdést, most ez szoros lesz. Még egy hiba. Igen, most jó, és most nagyon hibázik. Nem akarom alábecsülni, nem akarok senkit aláírni. Leírni. Milyen... nem... országos szinti jelentő... Guncsi. Szerintem... Franciaország, Oroszország... nem. Ja, az egy olasz értel. Tudtam. Azért Olaszországról tippeltem volna, de nem baj. Hát itt van Áron. Hello. Itt van Áron. Válaszolj. Az egyik ismerős. Melyik hotel se látó? Szváziföld. Ázsia. Afrika. Válaszolj. Marcsinak a gyerekei. Ők voltak Erdélyben, velük voltam. Melyik országot nevezték Jósa Hendikának? Hát Egyiptom volt. Az húsz! Hát ez nagyon régen lehetett. Ó, pont a 90-es években! Na végre egy mentősegítség volt. De a verset úgyse fogom megnyerni. De mi lesz, ha megtámadom Józsi várát? Jaj, ne! Válaszolj. Melyik nem helyes a festők számozásuk a párosításnál? Oh shit! Ebben nagyon profi a Józsi. Itt jönnek a hibák, itt jönnek a hibák. Oké. Grasshopper Ranger. Ja, Grasshopper Ranger. Ja, az egy futballcsapat. Vége a játéknak. Agriában. Csigyibéd a kettőtöttek. Köszönjük, Józsi. Köszönjük. Eltávolodtam. Nem látszik az arcom. Mert nagyon sötét van. Ó. Ki akarok jönni egy picit. Hát gyerekek, ez valami elképesztő. Nem tudom, elég szoros meccs volt. Itt vagyok. Ja, ezt ebből ki kéne lépnem. Az OBS stúdiót nem szabad, mert azon megy a iző. Tiétek a telep, mert mi elviszünk a kutyát, de utána visszajövök közétek. Oké, rendben, utca. Srácok, mindjárt jövök, hozok valami innivalót. Lehet, hogy szomjas leszek a végén. Nehogy kiszáradjak. És lehet, hogy fölkapcsolom a lámpát, mert csak tét is van. Alig látszik az arcom. Mindent jövök. De a lámpát azért fölkapcsolom. Az oldalon pedig behajtom.
Mindjárt jövök. Vagyok. Na, itt vagyok. Megjöttem. Az ablakot ki is bérintettem, hogy ne legyen nagyon zaj. Így a bogarak nem tudnak bejönni. Akkor Kiri csak néző lesz. Meghoztam egy kis finom kólát, de vettek Coca-Colát a szüleim. Mi ez a hang? Károly. Károly bácsi. Hogy van, frak? Ja. Enném lesz Budapest. Ott van Erdély. Csak az egér mutató nem látszik, meg ki van kapcsolva. Nézd, mit hozott. Egy kumplivet vágyott. De ez chips. Igen, ez egy chips. Chips van a kezembe. Kumplivet vágyó. Válaszolj! Milyen... Melyik híres műszerűen van? Hát ez nem jött össze. Menjünk balra. Ez nem kumplivető ágyú, ez chips. Találtam egy magyar filmet, amiben Ari Beri játszik benne. Igen.
Aki a fügét alakítja. Ezt nem fogom elmondani. Pont a görög dinne. Szerintem a szüleim elmentek vásárolni, vagy lehet, hogy levitték a bombont. Nem tudom, mert az ajtó nem volt nyitva. Fú. Ez az eső sem segített annyira. Az előbb volt egy eső. Kitálta fel a mobiltelefont. Fú, nem is tudom. Majd utána kéne lenni a Martin Cooper. Igen. Ő találta fel a mobiltelefont. Istenem, a mobiltelefon, tudod mikor jött? 90-es években. Hát igen, a mobiltelefon az is egy találmány. Rádiótelefon. Válaszolj! A kinőn pankától meg a Hulk Hogan, az igen, Alan Jones, ő nem pankától, mert John Cena, Rey Mysterio, osztok mindenit. Közben megjelenett a YouTube-on sevélyezésem. Értesítés, bocsánat. Közben iszom a kórát, mint az állat. Nincs csak menüpontocskámban. Végre le fogom nyomni Károlyt. Károly bácsi, meg akkorokban is szóval nekem. Válaszolj! A vadász. Kádár? Nem, Nimrod. A Nimrod volt a régies elnevezése vadásznak. Ezt sose fogom megtanulni. Terjeszd ki a birodalmad! Válaszolj gyorsan! Úristen! Eljöttem! Árr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 r
meg. Penékig. Válaszolj gyorsan. Tudom, hogy a kóra nem egészséges. Hány átrója van egy szabályos 9 szögnek? Hát ezt nem hiszem el, ember. Bocsánat. Válaszolj gyorsan. Nem tudok chipset enni. Nem 56-ban. Stupid. Hát ezt nyugodtan lehet tépni. Trolliát. Ott egyszer megbeszélem majd a Kirivel, hogy mikor fogunk majd találkozni legközelebb. Ojjjjj. A penőbe. Hülye Károly! Az ülő az is egyszer szám. De akkor a... Ja igen, az ott tudsz kovácsolni. Egy hülye robot, hogy tudott így engem legyőzni? Hát ez nem hiszem el. Azt hiszi, hogy ő többet tud, mint én. Te is voltál nyaralni Balatonon?
Józsi. Mert én is Balatonon nyaltam, csak Zamárdiban. Zamárdin. Közben chipset teszek. Nem bírom abban, mert olyan szomjas vagyok, mint az állat. Aha! De most ez a robot full okosra van állítva. Hát igen! Full okos! Én pedig full kretén. Lyles még filmben volt a... Tóposi vihar. Igen, Robert Downey Jr-ral. Sose nyomta fullba a kretént. Bár amióta legyújt téged, azóta eléggé bénázik. Hát igen, látszik rajta. Én próbálom azt figyelni. Melyiképpen sikert először a K2 nevű csúcs megoldítása. Mi az a K2 nevű csúcs? Ez kutya. Jézusom. Tegnap olyan álmom volt, mintha újra kint vettem volna Balatonon. És azt hittem, abba az ágyba aludtak, csukott ablakkal. Melyiképp bekerült fogalma az első séta a Magna Walkman. Úristen, a Walkman 79-ben. Hosszú volt. 79-ben. 4000 pontja van. Károly bácsi, ennyi a benyel. Az ház. Hát. Az hát. Ja igen. Az hát. IT a földön kívüli. IT azzal telefonál. IT hazamegy. IT itt lesz veled. Ebben a melegben még kertészkatyát sem merek fölvenni. Még jobban meg fogok izzadni, mint a ló. És érdekes, hogy itt van nálom egy chips. Chips meg kóla, mi kell még? Tökéletes last stream. Hát a tegnapi rászim az is jó hosszú volt. Azt hittem, hogy este 10-ig fog tartani. De aztán abba kellett hagynom. 2011-ig tartott az adás. Wow. 1795, akkor született meg a legnagyobb magyar. Károly bácsi, ez jól megkaptad. Oszlát. Hát, egyébként, ha jól tudom, holnap föl fogom rakni majd ezt a vlogot, és úgyis meg fogjátok látni, biztos kassz lesz.
Ennél több alternatív vlogvideókat nem nagyon készítik az emberek. De lesz egy olyan jó mobiltelefonom, a Huawei, nem P20, hanem P10 lesz. De a Huawei P10 az is jó. Nagy nehezen. Na jó van, így jobb. Meszkünk egyet. Ez el fog fogyni. Jó, de nem kell adon ilyet inni, nem szabad. Egész éjjel fönn leszel. Ádó kukorikolni fogsz, mint egy kakas. Ezt csak poénból mondtam. Várjam, apukám levitte a bombommat sétáltatni, a kutyámat, anya pedig itt van. Nem kö... De most annyit tudok mondani, hogy nem kötelezáponosnak lenni. Terjeszd ki a birodalmat! Válaszolj gyorsan! Sárga trikót! Hát... hát izé az anyám néz meg ti pedig. Ó, ezeket a 19-ben. Mindenki sárga trikót viselt a France a Tour de France-on. Tudod, az a kerékpár. Jó. Nem kell ezeket oldal, jó, hogy ezeket is tudjam. Győzzel a bácsi, meg nem jött a Károlynak. Ó, most én vagyok a right guy. Válaszolj gyorsan! Én tudom, meg sőt akarom meg szívesen megkóstolnám. Nem 30 laposak a vagy autópálya matricák? Nem, 10 laposak. Szegény apa. Az nem jó neki a 10 lapos. 10 laposak azok a matricák. Meg is felkezdtem róla. Nem tudom. Majd ki fogok találni, hogy a szülinapi alkalmából legyen valami stream vagy videó. Lehet, hogy szülinapi vlogot fogok csinálni, vagy meglátjuk. Válaszolj gyorsan! Lesz majd. Melyik évben egyesül gondolva és havas a föld? Ó, Istenem! 1859-ben. Az még? Az is Magyarország közé tartozott? De igen. Itt van a jobb oldali saroknál. Ott azok a hegyek, az mind Erdély. Igen, ez mind Erdély. Ez Erdély. Ott voltam. És Szete lakom. Válaszolj gyorsan. Ott található. Jézusom. Lassú voltál. 368. Na, ez a kérdés bonyolult volt nekem. Ezt nem tanulták az iskolában. A honfoglaló az észboltonok játéka. Nem az észboltoknak a izője. IQB, te vagy egy második gondolatból, Györis Bécs. Várj, olyan 250. Nem, 110, meg itt elírtam.
110 km. Na, visszafolyik egyet. Na, itt van apukám. Jó. Válaszol gyorsan. A nitrogén. Nitrogén van egy egyetemunk. Egyetemunkulában. 50. Nem egy. Balázs, az alkohol... lecsökkentette az agyadat. Kezdjük, jön a csata! Közborsodi friss. Kicsit részeg lettem. Nem vagyok részeg. Akkor állod azt énekeltem volna, hogy... Szólemi mia! Válaszolj! Honnan szervezek el egy a muffin? Nem francia? Nem! Brit! Inglet! Istenem... Inkább a robotot kell megtámadnom. Nem talált! Melyik a T-hatású képek is mi megjelzője? 3D. Az XD az mi a franc? A smiley. Az emoji. Az emoji nem japánosan hangzik. Kicsit japán. Emoji? Na, juhuló! Melyik volt Ádám kicsúszó hártya? Erdei szanokka. Melyik megyében van a legtöbb város? Hát Pesten. Ott van volt, ott van mellettem. Na. 1844-ben szövetségtették a Nimbust. Micsoda? Üdegvári Bence? Ki nem szerepelt Petr? A Zobrói Banka, igen, nem szerepelt. Mindben Máriával foglalkozom. Mária! Vigyázz be, jött Dracula és kiszívja a véredet! Persze, kiszívom a bérét. Mária, ugyan nem akarod látni, hogy tűzbe égek? Átvertél, Mária? Nem ezt a kérdést kellett válaszolnod. Közben úgy viselkedek, mint hogy vámpír lennék. Hát őslényekkel foglalkozzik. Van egy paleontológus, aki a... Tudjátok, melyik az.
Tudjátok kicsodáról. Jó, azért. Elfogyott a kólnám. Akkor ne igyál többet. Holott az szerint ki a szép, akinek a szeme kék. A Family Kft-ben kiderült a vendég cím epizódban, a végén kiderült, hogy nem indiai volt, hanem japán. És erre azt mondja Károly, hogy nem, azt mondja Krikatta! Erre Károly azt mondja, közben eldobja a izét. Úgyse fogok nyerni. Kicsit aggos voltam. Né. Olok, Mihály. Nem, ő már nagyon régen született, nem feladból. Balázs. Vesztettél. Bocsánat. Hát ez is nagyon nehezen ment. Itt vagyok. Arrott. Na. Mindjárt elmondom, mi az a magyar film, ami Oliver játszik benne, az nem más, mint a Szerelem első bérig, van a második rész, a Szerelem második bérig. És van az utolsó rész, ami már hatalmas bukás lett. Hatalmas bukás lett. Igen, hatalmas bukás lett, nem lett valami hatalmas sikere, hanem bukás lett a vége. És ez jellemző volt egy kicsit a 90-es évekre, de a film 2002-es. Bázis terület sorsolás. Szép utat, Balázs, kedves Balázs. Terjeszt ki a birodalmat. Miféle Balázs? Válaszolj gyorsan. Hány forintom van összesen, ha mindegyik forgóban lével, arra való magányban van nála egy darab. 100! Nem! Nem! Nem, Katalin, te... Szemét. Válaszol gyorsan! Hány pigc belőle ide... Ide kell rendelkezik egy ember. Nem pár, én attól tippelnék. Nem! 31. 31. 31. A feliratkozók száma nem nagy, srácok. Mert lusta. Aki feliratkozik a csatornámra, az most megteheti. Nem 10, 90. Nagyon rosszul járok ezekkel a kérdésekkel. Na, köszi. Köszi. Csak azt nem tudom, miféle varázs volt. Majd visszatekerem. És akkor megtudjuk, mi volt az. Ja,
A Family Kft. Epizódjáról nem, amit ma néztem. Mert azt hitték, hogy egy indiai fickó jön, egy japán volt. Válaszol gyorsan! Micsoda, hanem százal bejött a Erdély aranykorát? Nem tanultam történelmet? 15. 17. Elszúrtam. Erdélyben nem tanultam semmit. De tanultál... a székely jangcetust. Csak szó vicc. Ja, értem. Jó van. De... nem vagyok túlzásban esperett. Rájöttem, hogy ez vicc. Egyből is rájöttem volna, hogy ez vicc volt. Ő Istenem. Válaszol gyorsan. Fél tízig kibírom, holnap pihenni fogok. Melyik évben mutatták be a Tatár járás címmel operettet? Anyukám nagyon érti az operett, szereti az operetteket, és nagyon rosszban vagyok ezek az évek. 1908-ban az operett az egy nagyon népszerű műfaj. No. Elmondom, milyen mobiltelefonom lesz, már elmondtam. Ucának is elmondtam, lehet, hogy a többieknek is. De várj, elmondtam. Válaszol gyorsan. Nem 15 éves volt? Majdnem teli találat. Majdnem teli találat. Nem 15-16. De 15 évesek, már 15 éveseket elviszik katonáknak. Ez így volt, nem? Hát apukám is fiatal, tínédzser korában is elvitték katonának. Akkor katonai kötelezettség még volt. Ki nem tartozik? Hát a töltöm az hogy került ide? Válaszol gyorsan! Orion! Mikor gyártották? Hát akkor 50-es években. 55-ben, nem 59-ben, nem baj. Van egy könyvem, már nagyon régóta őrzöm. És 2003 óta megvan, még a nagyapám halála után, vagyis a... igen, a temetése után, halála után. A Szivárvány Áruház című könyv. Abban minden benne van. Hát a múltkori adásban köhögtem, prüszköltem, mint a zárat, nem bírtam abba adni. De már meggyógyultam, már nagyon rég. Már kutya bajom van. Már kutya bajom sem volt. Már kutya bajom van. Még van még egy óránk, srácok. Úgy repül az idő. Repültek a napok? Repülnek a napok? De várjál, képzeld el, hogy a... várjál. A Biálosok logja úgy volt írva, hogy a repülőt nem eltírtak, hanem ellen, csak poénból. Lepültek a napok. Lepültek, nem repültek, hanem repültek. Barátalim, lomaiak. De más szóval elrepültek a napok. Barátaim rómaiak.
Válaszolj gyorsan! 3 napos sötétség? Ki jön? Nem, ő 9. nem az 5. Ja, várjál! Igen! Nem az irodalom vagy a történelmi könyvből volt benne egy kis bibliai jelen? De volt. Az iszlámhoz mit jelent? Nem terrorgyilkosság, nem biztos. Béke, alávetés, megadás. Mocskos iszlámok! Pontius Pilatus, te vagy az! Nem. Válaszolj! Nem. Melyik ország nem határos? Hát Magyarország az nem biztos, de sosem az határos, mert Macedónia az nem határos. Te. Pontius Pilatus, te vagy az. Hát... Hát én negynék. De nem én lennék. Nem, hanem a virágosok elkezdtek kirkálni. És tényleg onnan származik ez a... Igen, ezt Facebookon láttam. Akkor a mém gyár volt. Szerintem most is. Most nem nagyon van. Válaszolj! Hogy hívják a hivatalosan római katolikus szertartásokkal lehet énekezni a szolgáltató szemeit? Kántor? Vagy ez... Nem szerintem kántor. No, kántor. Mi a neved, zsidó? Melyik évben nem ezt elpírtuk a... Mi van? Nem! Elszúrtam! Mi a neved, zsidó? Kik új szénatő sakossai? Nem a maorik? De a maorik. A kivik. De a kivi az más! Hány utca szint talált a világ legnagyobb luxus polcán? Hát nem 5. 16-nál több. Van oldala is. Nagyon is van, van oldala is. Melyik egy nem csillagzati nyár alatt van? A szűz. Viszont az nem. Meg a fikusz. Kukkusz. Pontius Pilatus, te vagy az? Mi a neve, zsidó? Nagyon is van, van oldala is. Meg Ficus Cookies. Rectizon. GG. Ó, Istenem. Közben rögök görcset kapok. Ez nem a MultiPythonból van? Nem a MultiPythonban van. Lehet, hogy abban volt. Brian élete? Nem. Nem, ez nem a Brian élete. De a Brian élete, az nagyon jó film. Megvan DVD-n? Már nagyon rég. Igen, abba volt benne. Jó gondoltam, igen, a Brian életéből, az. Az nagyon jó film. Szeretjük. Az jó film. Na, Filmbarátok Podcast. Itt szól. Bár is terület sorsolás.
Na, lementem bácsira. Sziasztok! Lássuk, miről szól a mai podcast. 148. podcast. Igen, a Brian élete. Aha. Igen, megvan DVD-n már nagyon rég. És tudom, lehet, hogy azt hiszem, után lehet, hogy ezt a filmet fogom megnézni, halálra fogom rögni magamat. Ja, csak nehogy bepisíljek. Nehogy behugyozzak nevetés közben. Finom volt a kóla is, de a chips az szépen lassan elfogy, szerintem nem kell ennyit zabálnom. Dél-kínai tenger. Azt állvány szoros. Ki az a lány, aki tábánban lakik? Nem mondom meg. Igen, a Brian életében volt. Ez jó a szöveg. Meg a fikus szakú kis. Van oldala is, nagyon is van. Mi a nepecsiló? Pontius a play. Pilatus, te vagy az. Igen, a Brian életéből. Ő a Istenem. Kirönd ezt a következő filmet, a 7. kacsétet. Ajjaj. Roberto? Nem. Ingmar Bergman. 56-os film. A 90-es évek azért nem volt ennél rossz a világ. Jó, de nagyon beindult a számítógépes technika. De ami mai napig is azt szerettem, a Windowsnak a témáit. Volt a sport, rejtély, főleg a kísértett házról nem is beszélve. Na lássuk melyik. Szerintem... Ha már voltam Romániában meg Erdélyben, ilyen újsággal nem találkoztam sajnos. Roletta és Fokor. Szigorúan tárgyeset. Szigorúan tárgyeset. Jaj, meg a romai katonák állandóan bejönnek, kutatnak, kijönnek, aztán megint bejönnek. Jaj, Istenem. A magyar szikról nem lehet van az, mert a Szocsai László szigorúan, de volt rá, ott a Longaring. Persze, magyarodnál. Jó, persze, ezt mindenki tudja. Rája, vagy egy ismerősöm, vagy egy segítő, aki magyarodon lakik, de jó lehetett hallani, hogy milyen hangosak voltak a Forma 1-es autók akkoriban, akkor lehetett hallani, hogy a Hungaringon jöttek ezek a visító motorhangok. Igen, lehetett hallani F1-es autókat, aki magyarodon laknak azért. De most ezek a V6-os hibridekkel nem lehet hallani rendesen, de van hangjuk. Kusot, jahos, nyújjuk játékosra, akkor melyik ruhát? Nem nadrág? Nem, kalap. A nadrág az nem, elég a kalap. A gyereknek olyan visító hangja van, mint egy malacnak. Válaszol! Mi a névmás az én személyes vagy birtokos? Nem, személyes, mindig már személyes volt. Az angolban is úgy kellett tanulni, hogy mit jelent. Ja! Számítógépet nem fogom elővenni. Don't! Inkább beírom így. De rossz a válasz. Jön a multipythonos kalapács.
Nem jó! Rossz! Válaszolj gyorsan! West Point Katonai Akadémia. Ajaj. Ez hol a fenében van? 1802 akkor. Akkor simán csak 1800-at írtam be volna, de most mindegy. Ez a multipálta repülőcirkuszából volt egy ilyen... Jó tippettem, hogy 18. század. Melyik században alapították? 18. században. Kezdődj, jön a csata! Károly is back, zöld színben. Most meghalsz. Károly! Doktor szép Károly, most legyőzlek a honfiban. Na, azt csak próbálkozz meg, Bozsi. Kinek a találmánya mozgókép? Nem tudom. Werner von Braun, szerintem ő. Nem, Augusta és Lumière. Elhibázták, kölyök. Viri, te nagyon hülye. De bebuktál a fogalmat. Károly. Tudod? Tudod, mióta vagyok így? Eddig vagyok. Mit csinál magam, én mafiózó? Én nem vagyok én mafiózó. Eddig vagyok. Így van. Ott találtam a mancs az életmentő kutya szobra. Ja, igen, és kocsom. Igen, ott egy film is készült róla. Azt láttam a tévében. De elég meseszerűen oldották meg, de nem egy rossz film. Majd akkor. Ezt nem tudhatod. A hajnoka. Elég érdekes öltözködik, amikor farmengatja van rajta, mi lesz, ha felveszi a kartás naciát. Csőszár kertészgatja nem volt nagyon Balázs, úgyhogy kus. Ája, Pufi Géza. Hülyék, nem egyeztétek meg a jogokkal. Ne bolondozz már, Józsi. 5-6-ból dobbantottál, akkor kus. Pláne, de ne hülyézzél. Nem tudom. Válaszolj! Ginger Spice. Bűvész neve volt? Yvette? Nem, Gary Halliwell. Gary Halliwell! Azt hittem ez a Spice Girls. Trocken Peter. De várjál, ő a szomszédban játszott, nem? Így van. Fú, a szomszédokban ott jó színűszek voltak. Nem tudom eldönteni, melyik sorozat volt a jó. A Famia Kft. Sem volt olyan rossz. Volt olyan, ami értető voltak a poénjai, de voltak emlékszetes pillanatai. Meg nem tudom mi van, nem tudom mi volt még. Jaj. Válaszolj! Még néptől vették át a magyarokodóan ez a szokását.
Szerintem a törököktől. Nem, de a törököktől. Honnan vették át a szokásainkat, mert mi nem szoktuk nagyon cigarettázni. Érdekes, hogy a magyar emberek elkezdtek cigarettázni, de a világ minden táján mindenhol cigarettáztak. Most is szívják. Egészen a mai napig. Ugyám. 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 Moziba, ha nem jön közben valami. Apukám mindjárt bejön a szobámba, a Balázs egy picit alkabban. Mama nem tud aludni. Négy csillag, két legfinosabb gyerek, hogy alkotják a göncösszekért. Háján, nem a nagy medve. De a nagy medve. Ah, yes! Micsoda! Átvettem a vezetést. És elmegy a Ferrari. És elmegy a Ferrari. De nem, a Mercedes meg fog előzni. Vajon meg tud lógni, valahogy meg tud lógni. Bajkra cizon. Vajon meg tud lógni, valahogy meg tud lógni, meg tud lógni. Aaron azt mondta, hogy mikor lesz Forza 6, hát lesz majd. Lehet, hogy csütörtökön azzal fogunk majd játszani. Az új játékot azt majd jövő héten kipróbáljuk. A Warframe-et. Válaszolj! Melyik jó, melyik nem jó Sap Attila költeménye? Tényleg kertőzt veszek. Jónás könyve? Ez az! Ez az! A Jónás könyve! Az nem az ő költeménye. Van egy diafilm. Megint meg akart támadni. Almás és Zsuzsa. Műkorcsolja. Tippertem. Általában műkorcsolyázott. Biztosan a szövő második vérükben volt. Az nem ő volt, Balázs! Honnan tudtad? Válasz. Sehogy! Az apja közben is volt a rohanyja a túlos színekbe. Szetlana? A Szetlana mindig is orosz név volt. Kötetlenül boldog véleményem. 50 nem halt. Károly, mint továbbra is nyomja, mint az állat. Én pedig fölényben vagyok. Hogy? Kisültetlen bún! Álkozott, kipufogom. A frász hozott rám. Lesz Mici Mackó film, én a szereplős. Fú, ez nagyon régen lehetett. De várjál, William Shakespeare 1595-ben írtam. Már nem vagyok fölényben. Már nem vagyok fölényben. Nem! 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 Jól van, elég. A végig hülyének fognak nézni.
Várj, ez melyik filmben volt? Amikor Adolf Hitler elkezdett folyamatosan mondani nájnájnáj, és többször rácsapkodt az asztalra. Igen, olyasmi volt. És elkezd mondani... Mi a hódarra a cím neve? Nem Mola Mola. De... Legyen már vége. Várjál. Vagy nem tudom, szörpelő a konyha, konyosó tapasztalói képletben. Mi az a konyosó? Egy, nem öt, nem. Na, mi történt? Hát... Nem úgy te... Hát sajnos nem így terveztem. Nyerő se láttam volna, de sajnos nem jött össze. Jó, Istenem, gyerekek. Tipikus teó. Mindjárt jövök. De itt vagyok, csak maszkálok. Eddig vagyok, eddig! Kárboly! Na, mi történt? A gyerekek megetszik, a krokodilok! Hát szápát! Tudom, 9 óra lesz nem sokára. Olyan meleg van, még kertészgatyában is könnyen megizzadok. Akkor veszem fel kertészgatyát, amikor nem lesz ilyen ekkora meleg. Kanikulából nem bírnám elviselni. Amikor ültem az autóban hazafelé, így is megizzadtam, mint egy ló. Berogott a lábam. Hát ez nagyszerű. Valaki üzenetet írt nekem. Nem, nem írtak semmit. Hát jól elcsendesült minden. Még van bőven idő. Na, lássuk. A hangja és a darázs. De miért megom egy betűstílussal? Ezt megeszem, ezt megiszom. Ezt megeszem, ezt megiszom. Ezt tudjátok kicsoda. A jó öreg szaszánk. A jó öreg szaszánk. Visszanézve is nagyon vicces. Nem bírom abba adni a rögést. Nem bírom abba adni. Jaj. És eltűntek az üzenetek. Nem baj, ilyen a YouTube chat, kérem szépen. Most szünet van. Még van bőven fél óra, srácok, addig. De majd megvárom. Aztán úgyis folytatni fogjuk. Nagyon meleg van. Nagyon meleg van. Annak ezt nem tudhatod.
Szerintem át fogom írni a címet. Ez jó. Ája, ez jó. Na, átírom. Ez lesz a címe. Hiba történt, miről beszéltek? Miről beszél az YouTube? Na. Nem szabad átírni. De volt nem. El is van mentve. Hajnalka, te ezt nem tudhatod. Ez valami a Kft. Szöveg, az annyira jó lesz majd a videó címhez. Ez jó is passzol a honfoglalóhoz. Szerintem. Hajnalka, ezt nem tudhatod. Jó van. Mindjárt visszatérünk. Nem, nincs vége az adásnak. Most jön a java. A final showdown. Most hárman leszünk, hogy megint robot lesz. We find a mystery. It's a final countdown. Nem jó, a YouTube nem fog rátítani az ének hangomat. Amikor egy copyright-os zenét énekelem. It's a final countdown. És megint Károly. Bázis terület sorsolás. Balázs? A botanikus nevében legyőzlek! Egyszerűs mit akarom, le foglak győzni! Válaszolj gyorsan! Ági, biztos büszke lesz rám! Melyik évben vette hát a Benedikat cinkból egy obszerköztessét? Hát 19-as évek, ezekre az 22. Cim-cim, cimbora, cim-cim, cimbora, cim-cim, cimbora. Jó, ez egy gyerek műsor volt. Cim-cim, cimbora, cim-cim, cimbora, cim-cim, cimbora, cim-cim, cimbora. Válaszolj gyorsan! Mary Poppins. Elszúrtam, 35. Pont akkor született a izé. Hallok, azt nem tudhatod. Na, itt van utca. Hát, nem volt olyan hosszú ez a séta. De hosszú volt, egy órás volt. Apukám már rég az osztal a bombont. Válaszolj gyorsan! Hány országot érinti a szavra? 1, 2, 3, 4. 12. What? Oké, utca. És még marad még bőven fél óra a streamig, srácok. Egészen addig, amikor a megyeri híd, a híd pilon. Hát nem tudom, jó magas az a tartószlop, olyan 100 körül van. Józsiba, mi történt? Megszakadt a honfoglaló szerintem.
Igen, az előbb tudott területeket foglalni, most meg úgy megindultam, mint a Nessus. Válaszolj gyorsan! Ancelmunak ura, állottam a tartalmaz. Kettőt rá tippelnék. 10. Akkor szétrobban. Valahogy így. Hát a Dávid az nem semmi. A Dév néha elkezd olyan hülyeségeket csinálni. Lájátszat csinált olyat, hogy... Te tényleg úgy leutánozta a részek, fickó, tudod, ez valami hihetetlen. Nem tudom, te tényleg jól adtál, és erre... Majdnem rögölcsöt kaptam, lesz a szegény... Szegény... Jakom Sivanél többször átszólt a Dávid csinált. Voltuk a penébe, és úgy megfogtattuk a kutyát. Aha, érted. Voltatok a penébe, és úgy fogtattátok meg a kutyát. Aha, értem. Ez a doktor szép Károly nem hagyja magát. De nincs ki jó a doktor. Én nem látom, mi a kérdés. Ah, shit! Az jó. Károly nem tudja, mi az angol fociban a Manchester United-nak a beceneve. Na, Jósi fehér lett. Azt ő mini. Hoppá. Itt valami probléma van, nagyon jó isek fel. Le, meg biztos lefagyult a homofoglalója. Ha kilépett és lefagyott. Valami tört. Még van még bőven idő. Csak fél tízig tart ez a livestream, srácok. Javasztom, nem szedjük park. Amerika. Nem Kanada! Károly! Azért te nem vagy ennyire okos. Végre le foglak győzni. Mert mi csütörtökön menjünk a hatnos standard füredni, és nem tudlak megnézni. Végszínház, ez Budapesten van. Válaszolj gyorsan! Nem baj, utca. Most azt kitaláltam, hogy csütörtökön. Az éppen üdik a napában volt. Szerintem augusztus. Aha, az igen, augusztusban volt a maraási csata. Igen. Na, ez végre egy könnyű segítség volt. Isten, a Józsi valahogy vissza kell térnie. Válaszolj! Életeket? A máj az, hogy maga a Timó. Nem. Ebbár. Mindjárt elolvassam a chattet, jó? Válaszolj! Minek az istene volt? Bakus. Erdők. Nem por. Jó, egyre lassabb betöltő a képen, jó? Aha. Jó, 60 napra mentek fürödni, az jó. Hát még csütörtökön is kell lesz. Jönj, hajú lány. Omega.
válaszolj gyorsan! Nem baj, Luca. Akkor Kiri fogja nézni, meg az áron. A fenébe! Elszoktam ezt a kérdést. Nem baj, van még mentő segítségem. Válaszolj! Centrum vagy skála? Nem, skála. Válaszolj! A legjobb méreg című számot. VIP vagy tankcsapda? Tankcsapda. A tankcsapda szám. Válaszolj gyorsan! Na ez könnyű kérdés. Melyik évben lett először Forma 1-es világban nyugodás múlva egy beleton Forma 1-et? 94-ben. Károly, ez jól megszivattad! Igen! Ez jól megszivatta. Nem baj, Luca. No. Luzsi életeket. Vége a játéknak. De Károlyt legyőztem. Megmentettem a győzelmedet. Jó, köszönöm. Yes! Nyertem! Na, végre tudtam nyerni. Már mióta akartam volna nyerni. Az a Schumacheres kérdés az, ami elképesztő volt. Károly, jó játékos voltál. Köszönjük, hogy itt voltál. Jó, de ez nem igazi. Ez robot. Na. Igen, azt kitaláltam, hogy csütörtökön Forza 6-ta fogok játszani. És ha minden igaz, lehet, hogy egy pár pályát, vagyis pályán, hát tudom, még hátra. Nem sok, de hamarabb vége lesz. Aztán a végén lesz majd egy ilyen free racing. Na, a lényeg az, hogy csütörtökön nem a Warframe-en fogok majd játszani, hanem a Forza 6-tal, megígértem Áronnak, hogy a Forza 6-tal fogok majd játszani majd csütörtökön. Jövő héten hétfőn pedig Tomb Raider 3, jövő héten kedden pedig valószínűleg a Warframe-en fogok majd játszani. Ez egy új játék, ami Pisti tegnap kipróbálta. Kíváncsi vagyok, milyen a játék, milyen a grafika, meg minden. Szerintem tök jó, amikor megláttam, és annyira rákantotta, hogy lehet, hogy is fogom próbálni, hogy milyen maga a játék. Jövő a csütörtökön, jön a Tekken 7 megint. Igen, jövő héten csütörtökön lesz Tekken 7. Ez lesz a jövő heti alkalommal. Az majdnem pont a Sziget Fesztivál előtt. Isten lecsorsolás. Ez már hosszú volt járat lesz. Megyek ezt helyre. Annyira jó volt Erdélyben menni, srácok, olyan szép hegyek voltak, meg gyönyörű tájak. De ha jövőre utazok, akkor is mobiltelefonnal. Hát mobiltelefonon fogok fotózkodni, ha már új telefonom lesz, már az lesz majd a fotózós meg videós mobilom egyben is.
Manapság mindenki mobiltelefonon fényképezget. De nem mindenki. Olyan fényképezőképük van, ami nekem van, csak azok sokkal... sokkal jobbak. De... álljunk meg a menet. A zeném sokkal jobb, mint a mostaniak. Válaszolj! Petőfi Sándor első beszélő lassan, elvejnő, mint a virág. A puszta télen, nem, egy gondolat bánt engemet. El. Na ezt a verset nem, még nem olvastam el a általános újból, de gimiben is kellett volna. Melyik városban található cifra palotta? Cifra palotta, cifra palotta. Kecskesztely? Nem, Kecskemét. Nem Kesztely, a mol Kecskeméten van. Cifra palotta. Ne énekelj, Pozsi! Válaszolj! Hát a Csepregiában az szintén tag volt. Bodi Magdi? Ő nem volt tagja. Mit jelent az expanszió? Terjeszkedés. Szerintem terjeszkedés. Vagy mezei falusi, nem terjeszkedés. Jó tippettem. Mi az a bukó szél? Az nem ide tartozik. Csillagkép neve? Bika? Nem, szerintem nem a Bika. Vadászebek. Sejtettem. Hát igen, lassú volt a betöltő képernyő. Hát igen, ez még unfogalos szervereknél mindig... unfogalos szervereknél mindig ez volt. Melyik futballcsapat játszik a svájci bajnokságban? Úristen! Grasshoppers. Ja igen, mert a svájci foci bajnokság. Ja, az svájci foci. Terjesz ki a birodalmad! Válaszolj gyorsan! Na, a Steam Spielberg mikor született? Hát annyira megfelelkeztem arra, olyan... 3-ban született? Ó, nem, 46 a háború után. Hú, de lassú lett. 46, egy éve a háború után született ez a zseniális pickó. Mindenki Steve Sandberg akar lenni, akár Eden Goldberg. Hát ez könnyű. 98-ban nyertek először BB-t. És ezt honnan tudtam? A 98-ban nem néztem foci VB-t, mikor még gyerek voltam, de... válaszol. De néztem egy videót a döntőről. Nos, Kamil Ottóban, hát számot lehetett választani. Ajjaj. Szerintem nem 9 volt. 35. Ja, várjuk, úgy van, hogy 35. A... leje.
Hogy van a lottóknál? Mert a logókon minden rajta van, hogy hány számot lehet választani, vagyis meddig lehet. Válaszolj gyorsan! Melyikével kezdtük el a Budapesten a körúti képítését? Hát... szerintem ez mostani. Nem. Egy. Válaszolj gyorsan. Hány nem kötő, elraktam, hogy bárja van egy-egy Bromo Egilánnak. Öt. És az hat. Hát ma nem közel voltam. Kezdődj, jön a csata! Ez jó hosszú menet lesz szerintem. Ezt el kéne használnom. Válaszolj! Mi az alapjelenlegi a marcipánnak? Mandula. De mandula. Aj, túl lassú voltam a focisnál, 2018-as is jó. Hát, az is jó, jó, érdekes, nem volt. Igen, az 5-esen a 90, a 6-os 45, a 7-es 45. Igen, valahogy kiment a fejemből. Ja igen, mert a skaminát az 7-es. Úristen. Na, ez szorozás, nem összeadás. De miért raknak be ilyeneket? Nem is értem. De miért raknak be ilyeneket a fogalba? Nem is értem. Válaszolj! Melyik a legmagasabb csúcs? A szonda. Nem a körösi egy az a legmagasabb. Igen, az 5-ös az 90, 6-os 45-ös, 7-es 35-ös. Az a skaminát lottó. Válaszolj! Ki vagy? Micsoda? Mi a kurkama? Ez fegyver? Nem, fűszer növény, nem fegyver. Aha. Érdekes, hogy a franciák már... nem tudom, az EB döntött azt... nem kellett, nem tudom. Hát az valami szégyengyalázat volt, azt tudjuk már. Na, a Juditnak mi a jelentőse? Judeából származó nő. Hát igen, onnan. Egyébként a Judit szép név. Jutka, becézve. Miért nem használom el? Válaszolj! Melyik ital? Amsi mongol. Micsoda? Amsi mongol. Törköly vagy gyümölcsfával. Lassú voltál. A Raki. Igen, túl lassú voltam. A Raki, Raki. Az is van ital. Nem bírom a meleget. Hogy ne akar, ezt nem tudhatod. Na jó, van, elég a Bödumából. Válaszolj! Melyik táncot nevezik a táncok királynőinek? Jeep. Nem van a keringő. Megpróbál még egyszer foglalni. Válaszolj! Mivel foglalkozott a domának az urológia? Jó vizeket vagy fürdőkkel? Nem biztos. Nem. Ez nem. nem. Vajas László, a fodrász.
Balázskám, akkor... A kurkum az fűszer. Hát igen, az fűszer. Nem vagyok valami nagy fűszeres. Hát anyukám, ő nem fog konfizni. Nem vagyok biztos benne, hogy akarja. Nem, nem, valahogy nem. Egyszerűen nem akarja. Nem is szeretne. Ő ilyen... Tomás van. Fizikai vagy közlekedés? Nem, irodalmi. Mi a fegyvernek lehet kaliberje? A sörítes puskának? Igen, annak van kalibere. Ándék könyve, akár új féle VVO szövetségbe, Dániel könyve. 8. 27. elszúrtam. De 27. de... Nem baj. Hát ezt inkább túl fogom élni. És ha elveszitek, akkor mindegy. A mágyulladás a tin neve. Még van bőven idő. De úgy látszik, hogy már... De lesz majd még egy utolsó. Én nem háború, aztán vége lesz a streamnek is, látszok. Aztán mi lesz utána, majd meglátjuk. Réna. Igen, általában stadionban szokták rendezni a koncerteket. Wow, várjál, valamit néztem ma. Abrazépe új határszakasz. Úristen, 2995 méter. Jó hosszú. Jó hosszú lehet ez a határ. Válaszolj! Nemzetes híd? Robert nem. Úristen. A... Century Street Bridge? Nem. Normandy híd. Áfinei meg. Nem az. Akkor Normandy híd volt. De várjál, nem azok kötek, hát... Nem. De volt egy híd, az már háborúban is lebombázták. Hú, de lassan állni is ahol fog be, ahol. GR. Ajjá. Az Grúzia. Nem, Görögország. Ha ne egye meg. Ja igen, mert a Grész. Aha, az autójelzésed. Nem baj. Ludwig van. Beethoven egyetlen ukrajának mi volt a címe? Carmen. Nem. Nem a Carmen, a Fidelgo. Na, most nem őre a sütón fogaló. Nem bírja sokáig. Válaszolj! Koka... Jakoba már nevű tengerpart. Várjál! Rio de Janeiroban? De Rio de Janeiroban, jó tippettem. A Copacabana nevű tengerpart az Rio de Janeiroban van. Végre valami olyan kérdés, amivel tudtam válaszolni. Mi a Nutria? Rákcsáló, kerti nevén, afrikai népcsoport. Rákcsáló. Józsinak is megint megadtam a gátom fogaló. Több nyerni. Nem tudom, ott is lassult. Nem is kezd lassulni. Válaszolj!
Mi alakja van a negró cukorka papírján? Kémesető. Válaszol gyorsan. Svájci gárda. 500-ig, nem 100-ig. Vége a játék. Na jó, zsinyárt. Jó, megpróbálok majd odafigyelni. Veszegük be a játszást, azt javaslom, hogy legyen zárás. Oké. Akkor nem sokára be fogjuk zárni. Akkor nem sokára be fogjuk fejezni a streamet, srácok. Bocs, hogy kinyújtottam a karomat. Hát a barátszímerek nem szoktak. Nem tudom, amikor ott ülnek a széken, így hátra dőlnek, és így csinálják. Na jó volt, az a lényeg. Akkor fejezzük be a játszást, azt jól most nem is legyen zárás. Jó, rendben, Józsi. Jó. Akkor átmegyek a izére. Köszönöm, Józsi. Neked is jó hét, szép estét. Vagyis jó hét. Na, srácok. Szerintem lassan már mindenki le fog feküdni. De nem mindenki azért, még fönn leszek. Hát, lehet, hogy úgyis. Úgyis megyek tusolni, aztán rendbe teszem magamat, aztán még fönn leszek egészen évfélig. Ma nem leszek fönt nagyon sokáig. Mert egyszer volt olyan éjszaka, megint fönn voltam sajnos. Na jó van. Szerintem zárjuk le a streamet, srácok. Na. Hát köszönöm, hogy itt voltatok. Ha tetszett, lehet lájkolni, akik... Azok, akik itt voltak, az köszönöm szépen. Hát feliratkozók még nem voltak, tudom, csak 14-en vagy. 14-en vannak. De majd eljön az idő, amikor egy-öt feliratkozom lesz majd. Hát akkor... Na, annyit tudok mondani, hogy holnap délután, szerdán, délután 4 órakor lesz Instagram live. Most nem pénteken, hanem visszatérek a szerda időpontra. Mert ez a pénteki időpont az ilyen ideiglenes volt. Most átértem visszatérünk a szerda időpontra. És olyan délután 4-kor. Fönn leszek az Instagramon, egy órás beszélgetés lesz veletek. Nem akármilyen. Jaj, köszönöm, Áron. Látom, hogy tetszett a live. Hát, igen, jó volt. Nem voltak valami könnyű kérdések. Valamelyik kérdéssel összekevertem, hogy igen, az egy főszer volt, nem fegyvert, de ha lesz ilyen kérdés, de máskor oda fogok majd figyelni. De... Amúgy jó volt ez a live is. Jó van, akkor... Akkor szerdán, akkor holnap Instagram live-on, holnap fönnösszek az Instagram olyan délután 4-kor, ilyen live-os, ilyen Instagram live lesz, csak azoknak szólok, akiknek van Instagramjuk. És... Oké. Holnap 4-kor.
4 órától. Igen, úgy lesz, hogy, hogy holnap délután 4-kor kezdek, egészen délután 5-ig, ha nem, akkor délután 5:30-ig fog tartani. De közben, hát délelőtt még délután nem csak live-ot, nem csak a VR-sok streamit fogom majd megnézni, hanem vágom a... Igen, holnap estétől jön az új blog, holnap estétől jön a blog, ami... Nem ami, hanem ahol Zamándin csináltam videót, de nem egy hét alatt készült ez a felvétel, amely pénteken és szombaton lett forgatva. Érdekes videó lett belőle, majd össze lesz majd vágva. Holnap este fönn lesz majd a YouTube-on, méghozzá a Bazsik91 Boxing csatornán. Az érdekes lenne, hogy ez fegyver lenne. Na jó van. Na jó van. Na srácok, nagyjából ennyi volt, köszönöm, hogy itt voltatok. És látom, hogy mindenkinek tetszett. Ha tetszett, lehet lájkolni, aki teheti, az iratkozó fel a csatornámra. És csütörtökön Forza 6-ra fogok visszatérni. Holnap pedig az Instagram live-on várok benneteket, addig is jó ét mindenkinek, aludjatok jól, vagyis jó ét mindenkinek, és további szép esték nektek, addig is. Sziasztok! Közben keresek egy autózenét is, mindjárt kikapcsolom a mikrofonomat. Valami. Most látszom azt a zenét, ami nem volt benne a blog videóban. De volt, csak nem teljesben. Na, ez lesz az outro zene. Na, sziasztok! Ja, neked is, utca.